Az éppen Szolnokra igazoló Mokenszky nélkül lépett pályára a tabella második helyén álló tiszapartiak ellen a Nyíregyháza. Az első negyed végén 11 ponttal vezetett a házigazda, amely a második 10 percben újabb 5 pontot tett hozzá előnyéhez. A nagy szünet után zárkózni kezdtek a cápák, fokozatosan faragta hátrányát a Perdi és Pipirasz által vezérelt vendégcsapat. 5 perccel a meccs vége előtt már csak 5 pont volt a különbség a két együttes között, a hajrá viszont a Szolnoké volt, amely végül 13 ponttal győzte le Darko Radulovics együttesét. As we know, Szolnok is one of the best teams in the league. They are title contenders. Egy folyamat elején vagyunk, de nagyon jó jeleket mutattunk ezen a Szolnok mérkőzésen. Legfőképpen azt, hogy egy ilyen többszörös bajnok csapat ellen meg tudtuk mutatni azt, hogy van egyéniségünk, van karaktere a csapatnak. Kifejezetten örülök annak, hogy kezd látszani az, amiről beszélünk minden egyes edzésen, a kemény védekezés és abból való támadás kialakítása. Nekem az alapfilozófiám is a védekezésre épül. Most történt először, mióta itt vagyok, hogy meg tudtunk lepattolóban verni egy csapatot. Kivált kép a Szolnok ellen, ez egy nagy siker. Természetesen ez nem járt még győzelemmel. A játékosunknak a győzelem ízét is meg kell lassan érezni, és a győzelmi mentalitást megtanulni. Úgyhogy természetesen ehhez nem a Szolnok volt a legjobb ellenfél, de nagyon sok mindenben léptünk előre, és ezen az úton kell folytatnunk. A forduló további eredményei a következők: Körment Szeged 93-85, Atomerőműese Kaposvár 93-81, Deac Kecskemét 69-75, Budapesti Honvéd Oroszlány 70-61, Albafehérvár Zalaegerszeg 73-78 és Szombathely Sopron 86-75. A tabella élén a Szombathely áll 15 győzelemmel és egy vereséggel. Az egy győzelemmel és 14 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szombaton a szombathelyieket fogadja. A Falco is probably the best team in the league, probably. Természetesen nem kell bemutatni a Falco gárdáját senkinek, bajnoki címvédőként és talán idén is a legerősebb csapatként érkezik hozzánk. Egy ilyen csapat ellen sem lehet feladni, nekünk a saját dolgainkkal, játékunkkal kell törődni, azt gondolom. Bármilyen pozitív töltet van a mérkőzésben, azt ki kell használnunk. Meg kell ragadni minden egyes esélyt, hiszen ők is jöhetnek úgy ide, hogy egy picivel gyengébb napjuk van, hosszú utazás után érkeznek. Semmiképpen nem szeretnénk feladni a mérkőzést, minden mérkőzésre szükségünk van ebben a helyzetben, de nem a Falco a legkönnyebb ellenfél, úgyhogy amint a mérkőzést látjuk és lesz győzelmi esélyünk, szeretnénk azt megragadni. Egyébként a saját játékunkat kell még jobban csiszolnunk. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks szombathelyi mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti csarnokban, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 órától láthatják a találkozót. A 17. forduló további párosítása a következő: Kecskemét Körmend, Szeged Albafehérvár, Zalaegerszeg Budapesti Honvéd, Kaposvár Oroszlány, Sopron Atomerőműese és Deac Szolnok.